Sziasztok, ez itt a Porosz Puzzle 43. epizódja, és 1700-ban járunk. Ezt az előző részben történt elképesztően durva a Berserk mód. Macska beleszólt, nem tudom, hallottátok, de a lényeg, hogy beleszólt. Szóval az elképesztően durva húzásaink közben észesen vettem, vagy közben bealkonyult nekünk, ezért itt is jött az új Institution. Na lássuk, hogy mi a helyzet közben. Van itt Revolt, meg másik fajta Revolt, ezeken akár segíthetünk is, hogyha tudunk. És ugye mindent elfoglaltunk, ami kell ahhoz, hogy mi legyünk a német birodalom. Már csak el kell veszíteni a császári címet, és ebből nagyon jól állunk egyenlőre. Utána pedig valószínűleg megpróbálom szétszedni az egész birodalmat úgy, hogy van, hogyha már nem mi leszünk a császárok. Ahhoz majd az kell... ez most itt ragadt az egységem. Really? Szóval ahhoz majd az kell, hogy elfoglaljuk a fővárosait ezeknek a területeknek. Úgyhogy majd valami ilyesmi fogunk dolgozni. Na, hogy állunk amúgy összességében? Szerintem egész jól, rengeteg pénz megy el erődök fenntartására. A jó hír viszont az, hogy rengeteg pénzünk van, tehát ugye ez annyira nem probléma. Milyen ideák vannak? Diplomi? Nem kattingattam még ezeket a cuccokat a felvétel kezdetől, úgyhogy most 1000 évig fog tartani, még ezeket behozza. Dipló van, még 2 ideát kell majd venni. Ezeket gyorsan végkattingatom, hogy kicsit később... Vagyis, hogy később rendesebben menjen. 1054 aranyat adna. Not bad. Not too shabby. Jó, most már jó lesz. Tehát, ennek érdekében, hogy ez minél jobban menjen, lehet, hogy fel kéne ezt kicsit dobni még egyet. Ugye, mert most 4-es szintű ez az emberünk, feldobjuk 5-ösre, megér annyit. Ugye, exponenciálisan nő a pénz, amit kér érte. Nem. Na minden esetre, amíg... Most ugye nem nagyon kéne hódítanunk, right? Maximum... Nem kéne hódítanunk, mert amikor Németországot majd így megalapítjuk, akkor kapunk mindenre is klémet, és... Imperiumus Cassus Belli egy csomó mindenki jelent, tehát azt jelenti, hogy kinyílt a térkép. Szóval akkor tudjuk majd úgy érdemben kihasználni azt, hogy olcsóbb lesz a magvasítás, viszont addig meg így unatkozzunk, meg így nézzük a nő a fű, meg ilyenek. I don't know, I'm not sure. Ez kik? Portugálok, oké. Úgyhogy, ugye Magyarországot néztük, hogy esetleg meg lehetne támadni, csak a franciák megvédik. Nem mint ezen a ponton túlságosan rettegnék a franciáktól, de azért értitek, a franciák azok being franciák, inkább építek valami szépet, hogy azzal is segítsük kicsiny országunk győzedelmességét, vagy ilyesmi. Gazdasági helyzet Szentpétervárra, ilyen cuccot meg Novgorodra. Ezek az új területek, illetve kéne nekem ilyesmi, hogy Local Manpower Modifier, azok a területekre, ahol nagyon megéri. Ezekkel most laza 10-12, hát lehet 15 ezer manpower-t is begyűjtünk, hogy ezeket megépítettük. British Barden, nagyon jó hely lehet, de oda most nem akarunk menni. Itt ez a három erőd, ez nagyon kontraproduktív. Azt mondanám, hogy párat dobjunk el magunktól. A novgorodiak csak fellázadtak. Jó. Jön közben a seregem, aki ott chillelt Szibériában. Mi más csinálnál Szibériában? Inzultáltak, oroszosan megtaláltak, kamcsadált, minden történik, minden is történik. Szóval ezek az erődek, ezek itt tökre nem kellnek, úgyhogy kezdjük azzal, hogy a türüngjeit kidobjuk a francba. Elkészültek a magvasítások, hogy állunk agresszív expansion tekintetében? Hát, sokan kicsit idegesek, de szerintem ugye azt néztük, hogy nem lesz belőle para, vagy azt mondtuk, hogy mindegy, fuck it, így is elég jók vagyunk. Levertük a lázadást, mindenki boldog, mármint kivel lázadók, értitek. És sok pénzünk van továbbra is. Unlawful Territory, Sachsen-Lauenburg. Ja, hát az... haver. Ne viccelj már. És elkészülnek közben ezek is. Úgyhogy most nagyon sok ilyen misszionárius lesz kiküldve, hogy tegye a dolgát. Mert nagyon sok ortodox területünk lett. Végre elkezdte magvasítani ezt a területet. Hál' Istennek. Akkor az új császár se fogja elvenni tőle. Csak végezzem vele, mielőtt jön az új császár. Vihetek egy jó kávét, vagy főzedek le egy jó kávét, ha nem tettétek volna eddig, mert én ezt tetszem, és ezt kortyolgatom, miközben veszük ezt a részt. Kapunk 20 Army Tradition-t, wow, 500% Army Professionalism-ot, wow, 20 Militarization-t, wow, és 100 mil pontot. Köszi! Nem tudom, mivel érdemeltem ki, de nagyon örülök neki. Nagyon jó arc vagy. Mostantól kezdve ugye az lenne a lényege,
vagyis hát az endgame-ünk, hogy minden német területet actually befoglaljunk. Tehát, hogy létrehozzuk tényleg a teljes német birodalmat. Valószínűleg ez menni fog egyébként. Az a kérdés, hogy megelégszünk-e majd ennyivel. A válasz az, hogy maybe not. Na, kell nekem... Ugye már nem kell abszolutizmus, hiszen meglett a szükséges 100-as mennyiség, aminek én nagyon-nagyon-nagyon örülök. Van olyan achievement, amit megszerezhetnénk még? Ez nyilván nem. Nem. 8 level 3 center of trade. Erre rámehetnénk. Erre akár rá is mehetnénk. Szépen fel kéne bumpolni a center of trade-jeinket, hogy 3-as szintűek legyenek. Jelenleg a center of trade-jeink... Hát ilyen 2-es szinten vannak még legjobb esetben is. Szóval ehhez irdatlan sok pénz kell, de szerencsére az a terv, hogy irdatlan sok pénzünk lesz. Szóval minden egybevág. Véget ért Lübeckkel a béke. Hogyha Lübecket megtámadnánk, akkor bejönne Bréma és Oldenburg. Ugye ők, ha minden igaz, akkor elég idegesek. Bréma és Oldenburg. Szóval jó lenne velük háborúba keveredni. Úgyhogy most ugye nem állnak úgy az egységeim. De ezt meg kéne ejteni szerintem. Ezt a támadást. Még ha mondom, most nem is állnak úgy. Te ide jössz, te pedig futólépésben ide. És azonnal támadunk. Hát nacionalizmus nyilván is dismarsan legyen a cél. És csak ez csak azért, hogy elkerüljük a koalíciót, amennyire lehetséges. Jó. Ugye ezek elindultak erre. Ugye az belokkolt... Nem minden okkoltál be, barátom? Brémába. Ja, ide. Aha. Szóval Brémában jó lenne talizni. Jó, akkor nem, akkor Oldenburgban talizunk. Nézzétek meg, elmenekülnek a rohadtak. Jó, akkor gyorsfutással talizunk. Ott. És itt pedig már is megérkeztünk. Ugye ez egy nagyon nagy erőd, 7-es. Úgyhogy meg kéne keresni először is a fősereget. Megvan a fősereg. És akkor ott megbeszélni vele a dolgokat. Jó, ez itt megvan. Ami azt jelenti, hogy ezzel a sereggel ráhatok erre a két ostromra, Oldenburg és Bréma ostromára. Valószínűleg ezt a két területet is befogjuk magvasi, vagyis hát befogjuk magunknak kérni. Hoppá, ott nagyon bátran nekiment a csatának. De hát ha ő bátor, mi is bátrak vagyunk. Ó, nincsen tábornokom. Na, nem baj, neki van tábornok, az a lényeg. Az is valami. So far so good. Jó. Ez is megvan, és akkor nem kell futni. Itt ez az ostrom, ez nagyon jó, hogy megy, viszont jó lenne, hogyha közben vinnénk Bréma ostromát is. Ami 9-es erőd, god damn! Ez egy 1-es erőd, ez jó, akkor oké, először ezt bevesszük. És utána... Oké, semmi, azt hittem valaki elfoglalt a Szentpétervárat, én néztem, hogy no. Voléniában lesznek lázadók, szerencsére ott vannak egységeink, úgyhogy it's fine. Shun létezik. Őrület. És ez még megvan. Úgyhogy... Oké, köszönöm. Ezek nagyon, nagyon fontos dolgok. Franciaország rátámadt Angliára. Go get him. Cowboy, vagy... Champ, vagy nem tudom. Gyerünk, menjünk az ostrommal. Megvan Oldenburg, nagyon jó. Akkor a következő lehet Bréma. És akkor Oldenburggal akár meg is köthetném a békét. Kérdés, hogy valakit zavarna-e ez. Jó, hogy ezt nem vagy. Várjátok, nem. Rosszra kattintottam. So for peace. Pénz és olvadék. Oldenburgot zavarna, rajta kívül Brémát. Háborúban vagyunk. Hesse, Lübeck, Bohemia. Tehát Bohemia és Lübeck maradna. Nem fogadja ezt a békét, de majd beszélgetünk vele ennek a hiába valóságáról, amit ő csinál most. Ez a hiszti, ez nem kell senkinek. Te gyere, te foglald el szépen a területeket. Please. Újabb két hely lett. Megtérítve. Most nagyon be fogunk indulni, de készüljetek, hogy így folyamatosan háborúban leszünk. Folyamatosan ütünk valakit. Nagyjából ez a terv most a következő 120 évre. Ausztriára álltam a Svájcra, ami azért para, mert mi Svájcot akartuk császárnak. Nem.
Bajorországot akarjuk, jó, Bajorországot akarjuk császárnak, oké. Svájc választó fejedelem, és ő pedig Bohémiát szeretné. Whatever. Csak nehogy elfoglalja. Oké, adok valakinek választó jogot. Mert nem akarom, hogy elfogjanak a választó fejedelmek. Az nagyon para lenne, ugye tudok adni. Grand elektorát. Nem akar senki az elektorátust. Mindenki outrage valószínűleg, de valaki csak akarja majdnem. Valakinek én csak odaadnám ezt a dolgot. Hol van? El vagyok tévedve, itt van. Grand elektor, na, tessék, Nürnberg. Nürnberg létezik. Nürnberg nincs? Ja, oké, nem Nürnbergben van Nürnberg. Hanem Oberpfalzon van Nürnberg. Oké, szuper. Legyen Milánó. Választó fejedelem. Nem, azt kell, hogy közel legyen valaki. Legyen Bajorország. Tessék, Bajorország, gratulálok, mostantól választó fejedelem vagy, megválasztatod magad. Jaj, úgy is van, pontosan, pont ahogy szerettem volna. Everything is proceeding as I have foreseen. Tudunk venni teket, de hát minek? Ja, ezt meg kéne venni. Whoopsie daisy. Cottage industry. Sure. És akkor most már nagyon sok mindent kérhetünk tőlük. De ezért pénzt kérünk. Johann Friedrich Böttger csökkenti a Chinaware árát, viszont ad 4 base production Zaxenben és 20 prestizset. Nagyon jó, ugyanis mi nem kereskedünk annyira, azt hiszem, Chinaware-rel, mert hogy nincsenek területeim hozzá. Friends in need. Persze, segítünk Gotlandnak. Gotland love. Hol is van Chinaware? Nyilván Kínában, de hogy... Tehát ez a térképmód úgy működik, hogy kijelölök egy nyersanyagot, ezt itt, vagy trade terméket, és akkor ő bejelöli a térképen, hogy ezek hol találhatóak, és hát igen, csak Kínában van para. Mármint tök jó, mármint who cares. Minus 49, 7. That is nice. Akkor te átjöhetsz ide ossomolni. Itt pedig lettek 29-en, ami cuki, nem azt mondom, tényleg cuki, csak nem már. Most miért? Lorinak akar nekünk gondot kérít adni. I don't know why. Nincs rá szükségem, köszönöm. Nagyon jól hangzik ez az ajánlat, de mi lenne, hogyha nem. Minusz 85-ről indul az az ostrom, ami azért... Azért az valami. Whatever. Whatever. És még mindig nincsen Spanyolország, ezt amúgy vágjátok? Sőt, nagyon durva dolgok zajlanak itt az Ibériai félszigeten. Nagyon durva dolgok. Ma szépen feltakarítjuk az északi területeket, és ebből lesz nekünk buttload of money-nk. Ovruc. Ovrucban van most emberünk? Ilyen missionary? Van. Ugh. Akkor inkább lázadjanak föl. Mert hogy ott vagyunk a szomszédban-e. És odaérünk ki... Csak odaérünk időben, nem? Persze, hogy ne érnénk oda időben. Jó, minden szupi szuper. Megvan Colding, ami... Ami itt van északon, szóval adjon üthetjük a maradékát a lübeki seregnek. Jó, hát nem feltétlenül adjon ütjük, de mindenképpen győzedelmeskedünk. Valószínűleg visszavonulnak majd ide. Nem, stack vibe. What? Annyira király. Jó, te már, de erre még itt van rá szükség. Novara... Hozzáadta Novarát a HRA-hez Milánó. Köszönöm, meg Genoát is. Nagyon jó, de teljesen fölösleges. De nagyon jó, de teljesen fölösleges. De nagyon jó. Csak... Teljesen fölösleges. Azért értékelem mindenképpen az igyekezetet. És lesznek lázadóink még. Itt Észtországban és Kijevben, szóval valahol itt középtájt kéne megállni. És úgy majd a bestödöket várni. Elkészült egy újabb success, mi az térítés. Igen, látjátok, ennyi sok területet kell megtéríteni, szóval, ja. De vehetünk egy új, veszünk egy új ideát, igen, veszünk egy új ideát. Embargo efficiency és privateer efficiency kiváló, de most nem követem el ugyanazt a hibát még egyszer, hanem előtte bekérem, hogy mondjuk ezt az áres csökkenés helyett kérek egy ideacsökkenést. És most megvesszük. Picit olcsóbban. Nagyon... Tehát ez így 20-at spóroltunk rajta.
eléggé min-maxing, de én rosszul érezném magam, hogyha nem tettem volna ezt meg. Úgyhogy most jól érzem magam, szóval mindenki boldog. Most amit nézek, az az, hogy mi lenne, hogyha a flottánkat kicsit megpróbálnánk így berúgni normális méretűre. A kasszíriákat az Isten is veri. Szóval ehhez kéne nekem Geli. Geli kell lennének elsősorban. Bár így is túl vagyunk a Force Limiten, I know, de kicsit még azért hozzáadok. Esetleg építhetnénk a végtelen mennyiségű pénzünkből ilyeneket, hogy Naval Force Limit Modifier plusz 2. Pár ilyet felhúzunk, csak így viccből. Ez majd nem tudom igazából, hogy megéri-e, vissza fogja hozni a pénzét, de mindenképpen jobban fog kinézni. Hogy állunk a császárválasztásra? Minden szupi szuper, a bajorok lesznek a császárok. Bajoroknak a szövetségese Bohémia, Ulm és Florence, azaz Firenze, ezekkel mind nagyon szívesen ökörre megyek bárkiért is. És amíg nem leszünk császárok, addig pedig folytatgatjuk, meg folytathatjuk a kizsigerelését a többi HR-e tagnak. Ő már elfogadja ezt a békét, ami nagyon kedves dolog tőle, úgyhogy meg is kötjük. És addig indulhat is a magvasítás. Igen, szerencsére mehet a magvasítás. Néha ugye nem engedi, mert a kultúra para miatt, de most megengedte. Oké. Most lesz az az időszak, hogy egyszerre több háborút is fogunk néha vívni, csak így for fun. Mert megtehetjük. Ez még mindig nem feltétlenül az, amit szeretnék. A svédeket egy ponton majd mindenképpen meg kell támadni. De az a pont még nem most van, majd eljön az is. Ez az ostrom jobban halad, mint ez az ostrom, pedig ezt támogatjuk még a blokkáddal is, és hamarabb meg is lett. Gyorsan itt megvívjuk ezt a csatát, és aztán pedig átjövünk ide. Ha szereztünk 6 hajót, jó ég. És akkor ha átjövünk ide, akkor tudjuk támogatni ezt az ostromot, plusz ezekkel ezzel az egységgel ide tudunk jönni. Fünnemben, és akkor végleg leszámolunk a... Jó, nem is kell nekünk menni, mennek a Ravensburgiak. How nice. Ja, ezt mindig elrontom, hogy rosszra kattintok. Valamiért azt tartanám logikusnak, hogy ezt az oldalt hozza be, de a játék nem tartja ezt logikusnak, úgyhogy... Hoppá, kikapott Ravensburg, para. Szóval megvannak a nézeteltöréseink, maradjunk ennyiben. És ezzel leszámoltunk a lübeki erők utolsó erejével is. Almost. Ez a jó képernyő. Tök drága téríteni, 55 arany van pluszban, miért? Csak 5.2 jön a Spoils of War-ból, annyira durva. Cotton Import, Population of Silk Fabrics, azt szerintem valamennyire érint minket. 25%-kal drágább lett a Silk Fabric, és mi... Ez az? Cloth. Azt hiszem a Cloth-nak az ára növekedett most 25%-kal. Nem. Oké, nem tudom, minek növekedett az ára. Wool-nak? I don't know. Megvan Lübeck ostroma is. Ami azt jelenti, hogy nyertünk. De elég komoly csata zajlik amúgy. Fenne se gondolta volna, hogy ennyire komoly lesz a lübecki védelem. Ugye valószínűleg sorra hullanak el a hajóink, amiket szereztünk az előző csatában. 30%-os... sérüléssel küldtük be őket, mármint 30%-os HP-val vittük be őket a csatába, ami nem cool. Hát itt pedig megvettük az összes abszolutista cuccot, és a következő az Revolution kora, az majd akkor jön, hogyha az Enlightenment. Jó, hogy még nem érkezett meg az új. Még 68 hónap van hátra, jó. Közben szereztünk buttload of hajót megint. De már nincs is szükség arra, hogy ti itt gross álljatok, úgyhogy mindenki bejön Danzigba. A jó kis hajójavító műhelybe. És akkor azt mondom, hogy én szeretném a mindent is. Ezzel így... mennyire vannak kibékülve a népek? Európa népei. Hát ők ugye elfogadnák. És igazából senki nem ágál ellene. Akinek problémája van ezzel, az Bohémia, mert ő már bitchingel miattunk az utóbbi... 150 évben. Hesse, ami whatever. Lübeck, aki nem fog létezni, és Bréma, ami nem fog létezni. Szóval, sure, ez nekem jól békének tűnik, van elég admin pontunk is hozzá, úgyhogy ezeket most szépen bezsákoljuk. Overextension sem túl durva. És ezzel gyakorlatilag megszereztük
a szinte a teljes északot. Annyi, hogy majd be kell olvasztani Saxon-Lauenburgot. Ó, adhattunk volna Saxon-Lauenburgnak területet. Para. Erre nem figyeltem. Itt viszont őt fel kéne dobni egyel. 56 éves, majd az utódját inkább. Jó? Elkészültek a hajójavító cuccosok. És most úgy néz ki, hogy... Force Limit alatt vagyunk. Ha-ha! Azt a rohadt! Nagyon jó. Lett egy csomó lázadunk. Úgyhogy most szépen visszaváltjuk ezt a cuccost. Ezt eldobjuk. Az ide a kosztot. És kaptunk ajándékot Ravensburgot. Köszi! És kérem a National Arrestet vissza. Thank you. És már is eltűnt egy csomó csúnya szám. Pont itt. Pont ahogy szeretem. Jó. Hát, Hesse, neked mesélj, milyen barátaid vannak. Elég sok, ami azt illeti. Ezek... Bohémia barátja, Lorraine Nürnberg. Tehát, ha megtámadom Nürnberget, akkor Ausztria nem jön be, de Hesse és Memmingen pedig igen. Ami nem hangzik egy rossz befektetésnek. Tehát Memmingenhez alapból tudok menni, a szomszédból. És a többi ez meg odaérek semmi perc alatt. Főleg, hogy ezt nem is tud kijönni ebből az irányból, mindenhol erődök vannak. Lol. Szóval támadjuk meg Nürnberget. Oberpfalz legyen a Wargoal. És... Te ide jössz. Remélem nem fogom túl terjeszkedni magam, de szerintem nem. Szerintem ez így normális. Ezeket a területeket is beolvasztom majd a birodalomba. Ja, hogy azt mondtuk a részén, hogy várunk? Ki bír várni, mikor ilyen izgalmas dolgok történnek, hogy mindenkit megölhetünk? De komolyan. Ulm rátámad Badenre. Wow. Vad mozdulat. Hát én nagyon szorítok neked. Azt mindenképpen tudnod kell. Kedves Ulm. De... Nem tennék sokat a sikeredre. Annak ellenére, hogy te indítottad a háborút, szóval furi. Ide kérek még egy embert, és akkor... Morávia létrejött? Wow! Létrejött Morávia, noise! Itt pedig próbálkozik Nürnberg, de hát nyilván nem tud ostromolni, mert hogy értitek. Mert hogy nem tud. Valószínűleg ennek a háborúnak hamarabb lesz vége, mint ahogy le tudjuk zárni. Mert hogy most azért meg kéne várni, hogy elkészüljenek ezek a magvasítások az overextension miatt. Jelenleg az overextensionünk az 52%, ami nem vészes, de most picit szeretném, hogy ne legyen ilyen sok. Esetleg ide kérhetnék egy nincsen National Arrest Guy para, és gyakorlatilag... Ah! Pedig olyan szép lett volna. 92%, mert of course. Azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag vége a háborúnak, de még nincs vége a háborúnak. Na, lassan... Te miért szavazol rám, Svejc? Hát te hülye vagy-e? Szóval azt akartam mondani, hogy lassan már meghaladna a királynőnk, Ágnes. Az anyja nagyon sokáig élt, nem, a nagyanyja nagyon sokáig uralkodott, úgyhogy azért erre számítok. De azért lassan már feldobhatna a pacskert. És akkor ezeket fogom elkérni. 11 aggressive expansion, az új érkező az Baden. Ugye Bohemia fog, Hesse nem fog létezni, Bohemia 1, Ulm 2, a Memmingen nem fog létezni, Ausztria 3, Nürnberg nem fog létezni, Baden 4. Cruelty of Mercenaries, nagyon köszönöm, nagyon örülök neki. És nagy hatalom lett közben Oroszország. Mindegy, most várunk egy picit még ezzel, mondom, Baden ki fog esni nem sokára ebből a dologból. Esetleg megköthetjük a különbékéket kizárólag a pénz miatt, de majd azt meglátjuk. Infiltration of Moravia. Ok. Most a morávok nagyon keménynek gondolják magukat. És ha már így felszabadultak a seregeink, akkor ezzel ide kéne jönni kicsit. És ott megbeszélni velük, hogy mi lenne, hogyha nem. Mennyi van még hátra? Mennyi van még hátra? 59 évesek vagyunk. Az utódunk 21 éves, 2-3-3, szóval suboptimális és subpar, de nem baj, jó lesz. Ő lesz az első német király, szóval it's fine.
és elkezdtem barátkozni azért Sachsen-Lauenburggal, hogy azonnal, amint megint lesz egy békés időszak, be tudjam vazalizálni. Nem, mi? Nem. Be tudjam olvasztani, Jézusom. Ezek elkészültek. Mehet ki az újabb ember. Ugye ez magasítások voltak, meg egy kis térítés. Úgyhogy it's fine. Megint vehetek ide át. Most lehet, hogy nem fogom megcsinálni ezt a trükköt. Mert hogy ez 100 van. Szóval eldobhatok 10% production-t, hogy kicsit spóroljak a diplópontokom. Nem biztos, hogy megéri. Inkább akkor már... nézzünk ki valahogy. Értitek? Oké. Meghalt egy tábornokunk. Para. De nem baj, mert végtelen mennyiségű militári pontunk van. 976. És még nagyon messze van az, hogy, ide, hogy megvegyük a... ami a fenét. Tudjátok, ami a fenét? Na, ez egy érdekes dolog, mert most ezt ha megveszem, akkor kapok Hero Corruption 0.1-et, amivel spórolok, hiszen a hódításokból vagy önbe a korrupció. És a Rebel Support Efficiency-t, úgyhogy ezt most meg is veszem, amivel... új policy-k, remek. Amivel például Franciaországot kicsit alá tudok neki vágni, ha minden jól megy. Hát, gyere haza, te. Tehát nincs szükség ott Hessében. Hidd el nekem, nem lesz rá szükség arra, amit csinálsz. Szóval neki azt mondom, hogy Build Spy Network, és megpróbálunk szupportálni rebeleket. Az a, hogy ez 60 pontba fog kerülni. Úgyhogy hajrá, mennyivel növekszik? 2.15 egy hónapban? Az mondjuk nem olyan rossz. Ami azt jelenti, hogy 30 hónap múlva tudjuk majd ezt a lehetőség, tudunk majd élni ezzel a lehetőséggel. Lehet, hogy az észtek fognak fellázadni. Oké, az oszmánok rátámadtak a magyarokra, akkor viszont nekünk is támadni kéne. Nincsen emberünk. Mert hogy befoglaljuk ezeket a területeket. Csak kérdés, hogy a franciák megvédik-e? Nem. Jó. Akkor... Bács, azt mondom, hogy Bécs. Hú, odaérünk szerintetek az ék előtt. Az oszmánok előtt. Nem biztos. Mégis mindegy, hogy melyik. Nem mindegy, nem. Tököm. Go for it. És akkor leválasztunk embereket. Úgy lesz, hogy... most tudjátok, azért megyünk háborúba, hogy mindenképpen megóvjuk a magyar területeket, hogy ne az oszmánok foglalják el, hanem inkább mi, értitek? Hát akkor már inkább mi, nem? Én is azt mondom. És te viszont ne is így menj, hanem így, futva. És te is a lehető leggyorsabb sebességgel, annyira gyorsan, hogy kérek egy új tábornokot, aki tök lassú, para. Akkor te mész. És lássuk, odaérünk-e bácsba az oszmánok előtt. So far so good. Yes. Ez itt para. Mert ott most belemegyünk egy csatába, amiben nem kéne, de semmi gáz, mert gyorsan ezt leválasztjuk, és azzal meg odafutunk. És akkor miénk lesz Magyarország? A magyar területeket megszerezzük. Még lehet, hogy így is megnyerjük azt a csatát? Azért az érdekes lenne. Plusz a disziplína Augustnak, aki... ja, nem is királynőnk van, hanem királyunk. Ups. Oké, bocsi. Bocsi, August, hogy feltételeztem a nemedet. Nem volt szándékos. Na, jó, befoglaljuk a magyarokat is. Csak hogy érezzék a törődést. Ennyi. Ennyi, vége a háborúnak, ne gyertek, oszmánok. Nincs már mit nézni. Ígyni. És kérjük ezt, ugye, az oké, az úgy rendben van. Mindent elkérünk. Vagy akár be is vazalizálhatnánk, és akkor... akkor egy csomó területet adhatnánk neki. Innen az oszmánoktól, ha úgy alakul. Viszont ő sírni fog ezek miatt a területek miatt. De mondjuk nincs rossz helyen, tehát országoktól is kaphat területet. Jó, de hogyha bevazalizálják, akkor meg háborúba kerülünk az oszmánokkal. Ez a para. Nem mintha túlságosan félnék az oszmánoktól egyébként a jelen állás szerint. Mennyien vannak az oszmánok egyébként egy ilyen átlagos szombat este?
225 ezeren. Jó, akkor... akkor köszönöm szépen, nekem jó lesz ez a terület így, ahogy van. Csak simán befoglalom. Majd itt létrehozunk egy... erdélyvazalus, vagy olyan ilyesmi, hogyha tényleg arra kerül a sor. Bár annyira őszintén nem akarok neki menni az oszmánoknak, de... nézzétek, nem akarok kizárni semmit. Elég az, hogy most borsot törtünk az orruk alá. Verjük meg azt az egységet, csak hogy ne legyen belőle gond a későbbiekben. És indulhat itt is a magvasítás. Cool. Kukukú. Ez majd akkor lesz igazán jó, hogyha majd ezek a területek is be lesznek foglalva, akkor fog kinézni valahogy. Csak jó lenne már, hogyha meghalna a királyunk. Én nagyon adnám. Mármint tök jó király volt meg minden, de mindenek a határa. És közben elkezdem ezt a Center of Trade-eket kiépíteni. Várjátok, lehet nem is lehet 8 darab. Hogy is van? 8 level 3 Center of Trade. Annyi 3-as Center of Trade-ünk lehet, amennyi traderünk van. Merchantünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát akkor nem is lehet olyan sok. Majd esetleg, ha ide választunk egy új ideát, ami ad nekünk új tradereket, akkor talán... Mindenesetre ezzel is elkezdtünk... Hoppá, és csak sikült kibolítani a kávét. Rohadt élet. Na mindegy, az lényeg, hogy nem ment rá a billentyűzetre. Nem? Hát... ez a lényeg. A jó kávé. Az isteni. Na, köszönöm a figyelmet, ennyi volt ez a mai rész. Azt hiszem tökéletes zárása volt ennek. Tudtuk, hogy ez a perc el fog jönni, és reméltük, hogy kevés veszteséggel fog lezárni, és így is történt. Úgyhogy találkozunk következő részben csütörtökön. Sziasztok!